Digitális oktatásra tértek át a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kovács Mihály Általános Iskolai Tagintézményében, tudtuk meg Plusz Csilla intézményvezetőtől. December 4-ig a felső tagozatban van online oktatás az 5-től 8. évfolyamon. Erre azért volt szükség, mert egy fertőzött kolléga van, illetve 3 kolléga, aki kontakt miatt érintett, ezért ők nem tudják látogatni az intézményt. Így nem tudták kiosztani a helyettesítéseket sem, ezért vált szükségessé az, hogy a felsőben online oktatásra térjenek át. 2020. november 25-től december 4-ig a Kovács Mihály Általános Iskolai Tagintézményünk felső tagozatán van online oktatás, tehát 5-től 8. évfolyamig. Miért volt erre szükség? Egy fertőzött kollega van közöttünk, illetve 3 kollega, aki kontakt miatt érintett, ezért ők nem tudják látogatni az intézményt. Nem tudtuk kiosztani a helyettesítéseket sem emiatt, mert kevés a pedagógus, így, és ezért vált szükségessé az, hogy online oktatásra térjünk át. Elkezdődött a pedagógusok tesztelése is az iskolában. Vannak, akik nem vállalták a tesztelést, de ugye a kormányrendelet is úgy jelent meg a magyar közlönyben, hogy ez önkéntes, ez a tesztelés, tehát élhetnek a pedagógusok azzal a jogukkal, hogy nem vesznek részt a tesztelésben. De úgy gondolom, hogy ezeknek a kollégáknak a száma igen elenyésző, és a nagy többség él ezzel a lehetőséggel, és én úgy gondolom, hogy kell is élni ezzel a lehetőséggel annak érdekében, hogy a mindennapjainkat nagyobb biztonságban tudjuk, hogy vigyázzunk egymásra, és vigyázzunk a gyermekekre is.